már szakemberek lepték el ezt a Szekszárd határában található kukoricatáblát néhány napja. A területen ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a déli A1C Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium közösen szervezett már hagyományos fajta bemutató. Minden évben egyre nagyobb jelentősége van a fajta bemutatóknak, mert nagyon sok információ, olyan hasznos információ hangzik el a szakmai előadások kapcsán, amivel indítottunk a reggel folyamán, ami a gazdálkodáshoz nagyon fontos, a továbblépéshez nagyon fontos, és ugye itt a területen pedig a gazdálkodók meg tudják nézni a saját szemükkel azokat a fajtákat, amiket a fajta tulajdonosok hoznak, és aki évről évre visszajár, az tulajdonképpen azt is nyomon tudja követni, hogy egy-egy fajtára milyen befolyással van az adott év időjárása, milyen eredményeket hoz, hogyan reagál az az adott fajta. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mostani változó, egyre szélsőségesebb klimatikus viszonyok között nagyon nagy jelentősége van. A területet, amin a kísérleti munka zajlik, évek óta a Szekszárdi Agrár Szakképzőiskola szakértői és diákjai művelik. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok így tanulmányaik során a legkorszerűbb hibridekkel dolgozhatnak. Itt a technológia, amit mi megvalósítunk, az egyrészt ugye ne felejtsük el, hogy mezőgazdasági technikum révén oktatási célokat is kell, hogy szolgáljon, másrészt pedig követnie kell ezeknek a növényeknek az igényét, úgyhogy kezdve onnan, hogy növényfajnak, területnek megfelelően, tervezett mennyiség, termésmennyiségnek megfelelően számított táplálóanyag gazdálkodással, tápanyag gazdálkodással kezdünk. Hagyományosan mélyművelés, az alapművelés jellege, maga a vetési, termesztés technológia, növényvédelmi technológia az teljesen egységes, ezáltal biztosítunk egy olyan normál, egységes versenyképességet a itteni fajtáknak, amit aztán ugye mind növényegészségügyileg, mind majd betakarításkor a termés eredmények, hál' Isten úgy szoktak visszaigazolni, hogy magas színvonalúak, úgyhogy én azt hiszem, hogy a fajta tulajdonosok nevében is mondhatom, hogy ez sikeres együttműködés ilyen szempontból, illetőleg hát az iskola diákjainak is egy nagyon jó terep ahhoz, hogy különféle növénytermesztési munkálatokban, leginkább a vetés gyakorlásában, beállításában ők aktívan részt is vesznek. Idejében sajnos nem csak az időjárás volt nagyon változó és nagyon szélsőséges, hanem nagyon kiszámíthatatlanok lettek a mezőgazdasági termékeknek a piacai is, és ez egyértelműen a háborúnak betudható. Tehát ugye lezárták az ukrán kikötőket a háború miatt, emiatt a magyar mezőgazdasági termékeknek a célpiacai nem a mi termékeinket vásárolták, hanem ukrán termékeket vásároltak. Ezáltal hatalmas nagy piaci zavar keletkezett itt Magyarországon is, és sajnos az Európai Unió hiába próbáltunk tárgyalni velük, nem igazán volt nyitott arra, hogy meghallgassa ezeket a panaszokat, ezért a magyar kormány kénytelen volt nemzeti hatáskörben lezárni a határokat, és ehhez csatlakozott még másik 4 európai ország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária, és az 5 országnak az összefogása után lépett csak az Európai Unió, és váltotta ki a nemzeti határzárat uniós intézkedéssel. De ez is csak szeptember 15-ig érvényes, és nem tudjuk, hogy szeptember 15 után hogyan lép az Európai Unió. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem igazán nyitott a határidőnek a meghosszabbítására, tehát valószínűleg, és miniszter úr ezt a múlt héten ki is fejtette, hogy ha nem lép az Európai Unió, akkor ismét nemzeti hatáskörben kerül sor a határ lezárására az ukrán termékek előtt.
ami sajnos nagyon fájdalmas, de meg kell vele barátkoznunk ezzel a gondolattal, hogy az ukrán termékek az egészen biztos, hogy jelen lesznek az elkövetkezendő időszakban is az Európai Uniós piacon, tehát ehhez kell alkalmazkodnunk, ehhez kell a technológiánkat, a termelési struktúránkat igazítani. Az egész biztos, hogy nagyon olcsón fognak tudni termelni, tehát nem ugyanazok a feltételek. Mi Európai Uniós tagállam vagyunk, tehát szigorú Európai Uniós feltételek mellett, növényegészségügyi, állategészségügyi feltételek mellett tudunk termelni. Ők a legolcsóbban és a legkényelmesebb módon tudnak termelni. Hatalmas területeken, nagyon jó területeken, és egyértelműen látszik, hogy nyomják lefele az árakat. Az input anyagok nem lesznek olcsóbbak sajnos, tehát én azt gondolom, hogy a legjobb területeken, a legjobb műszaki színvonalú, precíziós gazdálkodás felé orientálódó gazdálkodók lesznek azok, akik versenyképesek lesznek szántóföldi növénytermesztés vonatkozásában.